Szeptember 1-én megnyitották a tanévet a Karcagi Arany János Általános Iskolában. Szeptember 1-én mi is megnyitottuk a tanévünket. 183 tanítási nap állt előttünk, és ez most szerencsére már lecsökkent néhány nappal. Intézményünkben jelen pillanatban 4-től 8. évfolyamig vannak évfolyamok. Évfolyamonként egy osztályunk van. Ez 53 beírt tanulót jelent. Iskolánk már nem vesz fel irántunk érdeklődő tanulókat. Ez azt jelenti, hogy a deszegregációs tervünknek megfelelően hamarosan intézményünk bezárja a kapuit. Éppen ezért nem csak a tanuló létszámunk csökkent, hanem a itt dolgozó pedagógusok száma is. Jelen pillanatban 8 állandó közalkalmazott dolgozik iskolánkban. Persze vannak óraadóink és áttanító pedagógusunk. Minden kötelező tanórai foglalkozást el tudunk látni megfelelően, és hát természetesen az egész évet úgy fogjuk végig dolgozni, ahogy az elmúlt években is. Töretlenül elhivatottan a hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére koncentrálunk, az esélyegyenlőség növelésére. Hangsúlyozta az igazgatónő, aki arról is szólt, hogy a tovább tanulás előtt álló nyolcadikosainknak is minden segítséget megadnak. A 7.-8. évfolyamnak már ilyenkor programokat szervezünk, annak érdekében, hogy a lehető legjobb választást hozzák, amikor tovább kell indulni. Lesz pályorientációs napunk, ami kötelezően elő is van írva, de ezen kívül számos olyan szabadidős programot szervezünk, ami segít majd nekik a továbbtanulásban. A szülőknek is nagy segítséget adnak ezek a programok, de már elkészült az éves rendezvényterv is, ahol a gyerekekre és a felnőttekre is számítanak majd. A munkatervünk már kész van, némi finomítása van még szükség. Erre a tanévre is beterveztünk, és meg is fogjuk valósítani azokat a programokat, amiket eddig is. Úgyhogy számtalan szabadidős tevékenység segít majd ahhoz, hogy bennünket, hogy a közösségünket formáljuk. Az iskolai hagyományos ünnepségeken kívül készülünk a európai mézesreggeli projektünkre, készülünk a pályorientációs napunkra, készülünk iskolai karácsonyi és adventi programokra, farsang, húsvét, és akkor sorolhatnám tanév végéig. Amit kiemelnénk iskolánk életéből, az a két olyan program, amely városi programsorozatot hirdet, az egyik az Aranyos Napok, amely március 2-án, 2023. március 2-án indul, illetve és megemlékezünk névadónk munkásságára, és a másik pedig a Roma projekt, amit évek óta teljes szívvel, lélekkel végzünk, azért, hogy a roma hagyományok még maradjanak és köztünk éljenek.